tartani, tele vagyok energiával. Így kezdte Makói edzését Rubint Réka, ismert személyi edző. Városunkba a Tornáz velem a világ körül elnevezésű játéknak köszönhetően érkezett, melyet a legnépszerűbb közösségi oldalon hirdetett meg, ahol végül Makó győzött. Minden kedden tartok edzéseket Budapesten egy óriási sportcsarnokba, ahonnan online közvetítem a tornámat, és részt lehetett venni egy olyan játékon, hogy akik ahol a legtöbben tornáznak, ők beküldhetik a fotókat, és aki ahol a legnagyobb létszám tornázott, oda elmegyek személyesen. És hát Makó nyerte, úgyhogy így kerültem Makóra, és hát remélem, hogy sokan vannak most is. Rengeteg energiát kapok és adok egy-egy ilyen torna alkalmával, és én nagyon szeretek találkozni a követőimmel, az emberekkel, akik követik mindazt, amit csinálok és képviselek. Imádok vidékre járni, én magam is egy vidéki lány vagyok, nagyon-nagyon jók és nagyon kedvesek a vidéki emberek. Lehetett hallani olyan pletykákat, miszerint Réka és Norbi Makói üzlete bezár. Ez így nem igaz, csupán tulajdonost vált. A tulajdonosa, aki most üzemelteti, ő azt hiszem, hogy vannak más érdekeltségei, és azt mondta, hogy ő azt csinálja, úgyhogy van rá jelentkező, és bezárni nem zár be, hanem egy másik üzemeltető fogja csinálni. Yeah.